Az U14-es, illetve az U16-os csapat edzése zajlik éppen a MOL Akadémián, ahol kiváló körülmények között készülhetnek a játékosok. A cél a minél jobb, minél hatékonyabb utánpótlás képzés kiépítése. A diák kategóriákban sikerült csapatainkat megerősíteni, sikerült kiszélesítenünk a régiót, ahol dominálunk, és ahol DAC az első választási lehetőség, az opció, úgyhogy a lévai járásból érkeztek a legjobb játékosok, úgy a újvári járásból, és azt szeretnénk, ha tényleg a egész Felvidék legtehetségesebb játékosa itt edzenének ebben a fantasztikus központban. A Kapus Akadémia nyílt Dunaszerdahelyen, profi és részleteket kimerítő foglalkozás zajlik úgy a kapusokkal, most már Dunaszerdahelyen. Plusz még kiemelném, hogy a kondíciós részre is külön specialistáink vannak, úgyhogy kötelező itt Dunaszerdahelyen a legkisebb részletekre is odafigyelni. Óriásik a célok. Az, hogy egy olyan csapatban, aki rendszeresen az első háromért fog játszani, sőt, bajnoki álmaink és terveink is vannak oda, beépíteni játékosokat egy óriási feladat. Úgyhogy ezt egyik napról másikra nem lehet megvalósítani, ezt tudtuk 4 évvel ezelőtt is, amikor belevágtunk, de azt bátran ki lehet jelenteni, hogy a szlovák élvonalhoz fokozatosan sikerült felzárkóznunk, és már tényleg tapossuk a legjobb csapatok, utánpótlás nevelő kluboknak a sarkát. Az akadémián és a stadionban egyaránt nagy ütemben zajlanak az építési munkálatok. Mindkét létesítmény építése az utolsó szakaszához érkezik. Per pillanat már van 8 nagyméretű pályánk, ebből 5 főes és 3 műfős. Ezen kívül van 3 speciális pályánk, amiből az egyik kapus edzésre, egyik kondíciófejlesztésre, a harmadik pedig egy ilyen palánkos kis műfős pálya. A hátunk mögött látni az új konténerépületet, ebben lesznek a ifjúsági csapatoknak az öltözői, edzőknek a helyiségei, közös helyiségek, tanulóhelyiségek, és mögötte pedig látszik az új főépület, ami október közepére, október végére fog elkészülni, ez lesz a csapatnak, A-csapatnak, illetve a klubnak is a fő hadiszállása. Mögötte pedig a Pozsonyi út felé, ott jelenleg földmunkák zajlanak, és ott 2 nagyméretű pálya fog készülni, mind a kettő füvesborítás, és az egyik az fűtött lesz, és ugyanaz a minőségű fű lesz rajta, mint ami a MOL Arénában található. Ami a MOL Arénát illeti, igazából már csak az utolsó D-tribün felépítése maradt hátra. Amint tudjuk, az első része már kész, a június 30-ai Ferencváros elleni edzőmeccsen lett átadva a vendégszektor, tehát ez már elkészült, jelenleg a maradék rész épül. A tervek szerint decemberre kész lesz, tehát mi a tavaszi idényben már a teljes stadionnal fogunk nekivágni, ez 12.700 férőhelyet fog jelenteni. Amennyiben tehát minden a tervek szerint alakul, az év végére a stadion és az akadémia egyaránt teljesen elkészül, vagyis minden tervezett infrastruktúrális beruházás megvalósul.